4 év után befejeződtek a Magyar Csernyei Szent Ágota templom felújítási munkálatai. A tartományi nagyberuházási alap, a nagybecskereki püspökség és egy németországi segélyszervezet támogatásával megjavították a tetőt, a padlózatot és felújították az objektum falait. A Magyar Csernyei projektum része annak a programsorozatnak, amelyet az alap a vallási objektumok megőrzésére, felújítására indított el. Eddig összesen 380 millió dinár értékben hoztunk határozatokat egyházi objektumok felújítására, illetve újak építésére. Az ünnepi alkalomból Magyar Csernyére érkezett többek között a pápai nagykövet, a temesvári püspök, Magyarország belgrádi nagykövete és a tartományi gazdasági titkár is. A megszentelő Szent Misét Németh László nagybecskereki megyés püspök vezette. A megyés püspök elmondta, a statisztikák azt mutatják, hogy fogyatkozunk, de az ilyen alkalmak ráébresztenek arra, hogy a helyzet mégsem kétségbeejtő. Attól függetlenül, hogy kisebbek és kisebbek leszünk, azért még továbbra is azok, akik itt vannak, tudatosan megőrzik az öntudatukat akkor, és az identitásukat, akkor mégiscsak vagyunk. És van jövőnk, és van itt jövőnk. Az ünnepségen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, azzal, hogy gondoskodunk az olyan objektumokról, amelyek a magyarság és a nemzeti identitás megőrzését segítik elő, szilárd alapot biztosítunk a fiataloknak az itthonmaradáshoz és a visszatéréshez.